Sziasztok, ez itt a Búl, vagy a téma közepébe, újra itt vagyunk Varju Dániellel. Sziasztok! És van itt velünk egy vendég is, a dárc, egyik magyar hangja, a Lajos, szia! Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit! Köszönjük, hogy elfogadtad a, a meghívásunkat, és beszélni fogunk természetesen a világbajnokságról is, de első körben kezdjük azzal, hogy mesélnél arról kicsit, hogy neked mi volt az első emléked a dárccal? egy egészen más sportágnak köszönhetem a találkozást, úgyhogy egy rosszul sikerült biliárdasztal foglalás volt még annak 95 őszén, ami oda vezetett, hogy találkozzak egyáltalán azzal, hogy létezik ilyen játék, hogy darts. Úgyhogy ott kezdtünk el, amikor várni kellett egy kicsit sokat az asztalunkra, a srácokkal, haverokkal dobálgatni, és egyre jobban megtetszett egy idő után, meg már kifejezetten a darts miatt mentünk. Megkeresgéltünk olyan helyeket, ahol ahol inkább a dárcra van helyezve a hangsúly. Abban Na, az időben mennyire volt ez jellemző, hogy dárc helyek voltak, úgymond? Mert mostanában az nem, 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 van... nagyon, nem nagyon volt jellemző. Egy pár kocsmában volt föntábla, és egyébként zömmel inkább gépek voltak még akkor, tehát a soft gépek voltak jellemzőek abban az időszakban. Egy ideig nagyon nem is szerettem a stíldárcot, egyébként egy-két évig amíg meg nem ismerkedtem vele úgy kicsit közelebbről, és akkor jött rá az ember, hogy igazából ez adja vissza a rend, igazából a feelinget. Tehát, hogy ez osztja azt a, az érzetet, meg mindent, amit a nyíl eldobása, a benne lévő technikai hibákat ugye azonnal kiadja, a nyíl látod, ahogy áll a táblában, míg a soft nyílnál ugye ereve elkészített lukakba mennek bele a műanyaghegyek, ott nem látod, hogy most rosszul dobtad el azt a nyilat, vagy sem. És hát ott kezdtünk el ugye a srácokkal egyre többet játszani, a Budafoki úton volt egyébként egy nagyon nagy hely, Gold Crown nak hívták, ennek egy kicsinyített változata, ma is működik egyébként Kispesten, pont ahol lakom, onnan nem messze, úgyhogy most ilyen érdekes módon közelre került, de nem nagyon szoktam oda járni, viszont akkoriban azért ez nem volt annyira jellemző, egy pár nagyobb klub volt, meg mondom, a, a kocsmákban volt egy-két egy, egy -két gép lerakva, ahol, ahol lehetett ilyen csapatmecseket, meg ilyesmit is játszani. És aztán így szépen lassan ugye bele szerelmesedtem ebbe a történetbe, ráadásul a feleségemmel, aki akkor még nem volt a feleségem, csak a párom volt, ő is szintén elkezdett játszani, úgyhogy igazából a baráti társaságunkkal együtt jártunk mindig a dárcozni, és utána szép lassan belemerültünk ennek a szervezet formájába is, ugye klubszerűen egyesületi szintre emeltük a dolgot, és utána a szövetséghez is ugye elég gyorsan csatlakoztunk, már 96 márciusában már versenyekre jártunk. Úgyhogy hát nagyjából így keveredtem bele. Bencevel -ben mi is szeretünk azért dárcozni, sokszor van, hogy lemegyünk dobálni, de azért egy ilyen 40-45-ös átlagot, hogyha nagyon jó napunk van, talán tudunk dobni. Neked mennyi az átlagod, vagy mennyi, amit tudsz, tudsz dobni? Hát most már modern technikának köszönhetően nem tudok kamuzni se róla, hogy mennyi az átlagom, mert, mert például a Superliga, ahol most gyakorlatilag még játszom, a, hogy a Magyar ben még sikerült bennmaradnom erre az évre, de egyre erősödik a mezőny úgy, hogy nagyon össze kell kapni magam, ha még ezt tartani akarom ezt a dolgot ott azért látszik, hogy most olyan 66-65 környékét az az, amit úgy reálisan tudok mondani így átlagra. Persze vannak olyan meccsek, amikor bőven 70-80 közé is tudom dobni az öt nyertes legeket, de van olyan, ahol 50 valamennyire sikeredik, mondjuk, mert belebonyolódok ilyen kiszállózásba, vagy pedig nem megfelelően koncentrálok. Nyilván nincs bennem olyan sok munka, mint amennyit kéne ahhoz, hogy ennél erősebbet tudjak játszani. Nem is tervezem nagyon, hogy én profi karrierre indulnék, vagy bármi. Nyilván egy bizonyos szintet elvárok azért magamtól, ami alá nem szívesen megyek le, ha már az ember versenyez, de körülbelül ide tudom tenni a mostani szintemet. Volt már ennél jobb is, volt már rosszabb is, úgyhogy igazándiból most így, most az elmúlt egy-két évben azért elég sokat dobálunk, és heti egy-két edzésre azért eljárok én is, és ez egy pici fejlődést hozott, mert a tavalyi Super league ilyen 60 körüli átlagom volt, és azért ez mondjuk 60 darab 5 nyert meccsen azért nem olyan rossz, de, de azért nem is olyan túl jó. Tehát arra nem jó, hogy mondjuk magyar élmezőnybe tartozon az ember, az biztos. Úgyhogy ezért akartam fejlődni, és akkor most a mostani Superliga azért az egy kicsit már jobban indult. Az életedben egyébként hogy jött ez a közötítés egyáltalán? Hogy indult Magyarországon ennél a Dárcnak az ilyen formán való tévében való adása? Mm -hmm. Tehát erről mesélsz egy kicsit, mert ez nyilván így Jó. látsz minket, hogy életkorunkból fakadóan nekünk ez a rész, ez elég homályos. Igen. Az a helyzet, hogy az elején én sem voltam benne ebbe a történetbe, összesen 2000, 5-6 környékén indult el a Sport TV-nél igazándiból talán azt hiszem, hogy a Barney Taylor döntő volt az első, amit élőben közvetített a sporttelevízió. Akkor még Berecki Béla barátom, illetve Pálinkás Miki volt, aki később megkapta a Mr. 180 becenevet is. Ő, ő honosította meg a 180-nak kiabálását a közvetítés alatt. És ők közvetítettek. Akkor még úgy zajlott a történet, hogy a, a sporttévé csak úgy merte bevállalni a dárc közvetítéseket, hogy például a Premier league azt ugye felvételről nyáron, amikor ilyen uborka szezon volt a, a labdarúgó szezonban, meg, meg az egyéb csapatsportokban, akkor leadták felvételről heti bontásban. Aztán egy idő után ezek is elmaradoztak, a vb ket sem közvetítette a tévé, és aztán olyan 2000 2011-ben volt az az első világbajnokság, amikor előtte megkerestek engem. Én akkor 2005 őszétől 2006-tól egészen 2015 novemberig voltam egyébként a szövetségnek a főtitkára, úgyhogy ott dolgoztam a Magyar Nátszövetségben Szövetségben, és megkeresett a sporttelevízió minket, mint szövetséget, hogy javasoljunk embereket szakkommentálásra, és, és akkor került javaslatra Medi és Vámosi Laci, az akkori alelnök, és én meg itt tartalékba bekerültem harmadiknak, de igazából ez, ezt úgy képzeljétek el, hogy mondjuk, hogy ha volt idézőben tíz közvetítési etap, akkor abból mondjuk megcsinált négyet a Medi, négyet a Laci, meg kettőt, tehát hogy ilyen eléggé háttérben voltam, és... Mi, melyik volt az első meccsed, amire így emlékszem? Nem és emlékszem, és emlékszem rá, fú, nem emlékszem? Emlékszem, így ellen magam, de nem emlékszem az első meccset. Arra emlékszem, hogy borzasztóan be voltam tolva. Tehát ez egy annyira új dolog volt. Az embernek azért tudatosítani kell magába hogy ilyenkor, hogy hogy sok emberhez beszélsz, nem használhatsz olyan kifejezéseket, amiket a magánéletben azért gond nélkül eleresztesz egy mérkőzés alatt. Tehát azért ezeket és itt most nem ilyen alpá gyári káromkodásokról beszélek, csak egyszerűen olyan szófordulatokat, vagy olyan szlengeket nem használhatsz, amit eddig használtam, majd természetesen, hiszen akkor még a, ugye a, nézők nagy része nem ismerte a sportágat, tehát sok mindennel meg kellett ismertetni az embereket ezzel kapcsolatban. Most már azért azt gondolom, hogy nagyon alapokig nem kell lemennünk, hogy most a darts tábla fölépítése, meg a egyebek, Ugye most már csak olyanokat kell minden egyes alkalommal találnom, hogy mi az a szürke ember, kell. Mert már kiütést kapok ettől a kérdéstől, de megértem, hogy mindig vannak új emberek, akik nem tudják, hogy mi az. Úgyhogy már így gondolatban összeállítottam egy ilyen posztot is egyébként az idei VB-re, hogy kirakom a közvetítések előtt, de aztán rájöttem, hogy mivel jön 600 hozzászólás, igazából pillanatok alatt eltűnik a legaljára, úgyhogy inkább elengedtem ezt a sztorit. Úgyhogy az, hogy, hogy egy teljesen ismeretlen világ, a televíziózás, hogy mi hogy működik, hogy a füledre beszélnek, hogy jön az élőadás, közben neked beszélni kell, miközben hallgatod az angol kommentátorokat is azért valamilyen hangon, hogy, ha valami olyan információt mondanak, akkor be tudjál ebbe kapcsolódni, vagy el tudjad mondani a nézőknek. Ugye ez is egy új világ volt nekünk, és, és hát azért úgy próbáltunk ebbe minél jobbak lenni. Aztán rájöttünk ugye arra is, hogy a, a darc közvetítés, és szerintem az igazi varázs az pont ez, ami 2011 óta tart. Egyrészt ugye kellett hozzá ez a fajta forradalom a közösségi médiában, amit mondjuk a Facebook behozott, és ott lehetett kommunikálni az emberekkel élőben, tudtál reagálni a kérdésekre, válaszolni azonnal, nekik is tök jó volt, hogy nem csak azt mondogatod, amit látnak amúgy is a képernyőn, hanem hasznos információkkal töltöd meg a közvetítést. Úgyhogy így nagyjából emiatt is alakult ki. Egyébként Fülöp Laci is mondani mindig, hogy azért imádja a dársz közvetítéseket csinálni, mert nincs az a kötöttség, mint egy labdarúgó mérkőzésnél, hogy hogy, hogy csak a sémák működnek, ott nem kezdhetsz el beszélni a halászléről, meg a beigliről, meg egyebekről, mert hülyén venné ki magát itt viszont azért ez működik abszolút. És, és ebben társak a nézők absz nagy része legalábbis. Nyilván van egy-kettő, aki fanyalok, de olyat úgyse tudsz csinálni, hogy mindenkinek jó lenne. Ezt azért szerintem lehet látni, hogy az emberek nagy része tényleg szereti ezt a, ahogy mondtad, kötetlenséget ebben. És amikor az ember nézi a mérkőzéseket, szerintem mindenkinek megvan, hogy van egy kedvenc játékos, vagy akivel szimpatizál. Ez nálatok kommentátoroknál is van, vagy lehet kedvenc játékosotok, úgymond? Lehet, szerintem ebben nincsen semmi gond, mert úgyis megkapjuk hogy mindig minden meccsen szinte, hogy kinek szurkolunk, kinek nem, ami pedig én magam tudom, hogy nem igaz. Nekem volt is, és olyabbal a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most nincsen kedvenc játékosom. A múltban volt természetesen, mert aki. Egy Taylor? Field, igen, aki egy Tayloron asszociálódik ebben a sportágban, az nehezen tudja azt mondani, hogy nem szereti a, az öreget, ahogy most hívják már, ugye? és ő mellette egyébként iszonyatosan megszerettem Wayne mert egy nagyon mókás, színes egyénisége volt tényleg a sportágnak, ahogy Hamon Serrano is, <laughs> ugye? és bizony nagyon kedveltem a játékát, a legfőképpen emlékszem, sose fogom elfelejteni azt a, azt a mérkőzést, amit Taylor ellen játszott a 2008-as világbajnokságon, a legjobb nyolc között ahol 3-1-es hátrányból megfordítva a mérkőzést jutott be az elődöntőbe Wayne Mardul, és tényleg egy igazi nagy fordítás volt, ami akkoriban azért Taylor ellen nem volt divat. Aztán utána persze vesztére összekerült egy élete világbajnokságát, és azóta se, meg előtte se semmit igazából nagyon nem elérő Kirk és végül az álom, hogy világbajnok legyen, az nem jött össze, de hát ötször játszott elődöntött világbajnokságon, úgyhogy ez nem egy rossz teljesítmény. Szóval ő volt a másik kedvenc, hát most már kollega, ha egyáltalán vehetem magamat arra a szintre, hogy bármilyen szinten is egy lapon említsenek, de ugye ő most a Sky Sportnál az egyik szakkommentátor. Szeretem, mert elég <hül> sarkos véleményei szoktak lenni a bizonyos szituációkról, amivel egy kicsit meg tudja bolygatni a, a darásfészket, és én azokat általában azért bírom ezeket az embereket, akik így belemennek, esetleg szívesen felvállalnak konfrontációt azért, mert valamiről megvan a saját véleményük. Tehát nem belesimulnak a, az egyen véleménybe, hanem igyekeznek a sajátjukat valamilyen szinten másfelé is elmondani, érvényesíteni, aki hogy érti. A sportágnak azért a hazai népszerűségében szerintem olyan szerepet játszottatok, ami, amit nem lehet megkerülni, így a sportévés csapat. Mennyire ismernek meg téged akár hangalapján az emberek? Sokszor megismernek hangalapján, de van, hogy nem tudják, hogy én melyik vagyok a kettőből egyébként. <gül> <gül> Például tegnap is kaptunk egy üzenetet, hogy ugye egy röbbi játékos mutattak a közvetítés alatt Smithnek a meccsén, ugye a St. Helensnek a, az egyik Super League csapata, a röbbi világsztárja, vagy hát sztárja, akit bemutattak, és ott kiderült, hogy van egy nézőnk, aki rögbizik, és elég sokat tud a röbbiről, és akkor ő írta, hogy a Medinek üzenem, hogy, hogy melyik pozícióba játszik ez a játékos, Szóval, hogy azért ez még így előfordul, de egyébként nagyon sokszor volt már olyan, hogy hang alapján csak telefonba, vagy, vagy bármi, hogy megismerik az embert. Medilek volt egy nagyon érdekes sztoria, egyébként Budakalászon volt a Pékségbe, ahol össze, vagy, vagy hentesnél, már nem tudom, mindegy, a lényeg az, hogy egy üzletben összefutott Somával a, tudjátok, a, nem tudom, ismeritek-e, Mama Gésa. Ja. Igen. Na, így talán ismerősebb a neve. Nem tudom, a sok Spitzer, gyöngyi, vagy nem tudom, milyen néven fut még. Szóval ő azért egy híres jazz énekes is, amellett, hogy egy ilyen nagyon érdekes jelenség. És ő volt az, aki amikor Medi beszélt ott az eladóval, fölismerte a hangját, és meg is szólította, hogy ők nézni szokták a dánc közvetítést, és hogy milyen kellemes hangunk van, és hogy a, a Medinek nem tudom, milyen de dur meg nekem, meg nem tudom, tehát már egyből ugye a zenei világba átkalauzolta a hangunkat, tehát van, aki így a hang alapján be tud azonosítani minket, de mivel most azért már egyre többször sikerül képernyőre is kerülni, főleg ugye a Premier League alatt volt ez jellemző, ezért aztán egyre többen megismernek csak úgy az utcán, a boltba vagy bárhol. De mondjuk én ezt nem hajtom annyira, ezt a, ezt a fajta népszerűséget, de de nyilván jól esik, hogyha kap az ember egy-két elismerő szót, azért ezt nem tagadhatom le. Magyarországon egyébként melyik az a név, akit a legfurább volt neked hallani, hogy egy bizonyos magyar ember neki szurkol? Úha! Uh, legfurább név, hogy neki szurkol? Hát nem, nem tudok ilyet mondani egyébként. Én mindenkitől elfogadom, hogy kinek szurkol. Akkor ki, kit szoktak mondani, hogy annak szurkolnak a legtöbben? Gondolom, egy Peter Wright, Gary Anderson. Ja, vagy persze. Vagy... Hát a népszerűségi lista szerintem nagyjából Magyarországon arányaiban megegyezik a világ a népszerűségi listájával. Tehát azok a személyiségek, akik a akik világon népszerűek mindenfelé, ahogy mondtad, akár Peter Wright, vagy Michael Fanger, vagy Raymond van Barneveld, azért ezek a nevek mindenhol jól csengnek, és mindenhol komoly szurkolói bázissal bírnak, ez Magyarországon is így működik. A hölgyek körében ugye Joe Cullen, ő nagyon, nagyon hasít egyébként Magyarországon is, ami természetes, hiszen egy ritka jelenség, ugye egy olyan jóvágású fiatalember, akinek se pocakja, se semmi a dárcosok között, bár mondjuk megmondom őszintén, szerintem az utóbbi négy-öt évben elindult egy olyan tendencia, hogy a fiatalok nagy része azért nem feltétlenül azt a vonalat képviseli már, amiről a pocakos sörhasú urak jutnak eszükbe. Nézd, érdemes megnézni Luke ugye, aki egy óriási súlyvesztés után most már azért lassan már ilyen aggodalomra okot adó rendelkezik néha, de tudjuk szerencsére, nincs baja, csak egyszerűen életmódot váltott. És és bizony ő, mindenféle egyén... Most mondjuk Luke Little, ez pont egy ellenpélda erre, mert szerintem 16 évesen meg aggasztóan néz ki, hogy milyen súlyfeleslege rendelkezik, és ezzel hosszú távon valamit kezdenie kell, mert nem fogja bírni a terhelést, hogyha ő tényleg végigcsinálja majd a, a pro tour versenyeket is. Szóval ő, igazándiból ezek a népszerűségi dolgok, ezek szerintem nálunk is ugyanígy vannak, úgyhogy nálunk is szerintem Peter Wright vezet ebben a tekintetben, bár most nyilván veszíteni fog a népszerűségéből, hogyha nem húzza ki magát ebből a gödörből, mert hát azért általában a győztes típusokért rajonganak az emberek, akárhonnan is nézzük, és most ő azért nem tartozik abba a vonalba sajnos. Én is nagyon sajnálom, mert nálunk is a családban nagyon népszerű, én emberileg nagyon kedvelem őt egyébként, tehát egy rettenetesen jó figura, és nagyon közvetlen, talán a világsztárok közül az egyik legközvetlenebb játékos. És ugye kicsit megfordítjuk a kérdést, akkor mondjuk milyen híres magyarokat, vagy akár külföldi sztárokat ismersz, akik szeretik, vagy akár követik a dárcot? Hát szerencsére elég sokan egyébként. Ugye például, hát azért, hogy a más sportágban mondjak nagy neveket, ugye dr. Kisgergely, aki amellett, hogy, hogy, ugye velünk közösen dolgozik a marketing csapatba, úgymond, aki egy kicsit az arca a Hungarian Darts és sok helyen népszerűsíti, borzasztóan nagy rajongója a sportágnak, akkor Freddy, az énekes, aki szintén nem csak a Hungarian Darts show volt velünk, hanem őszinte érdeklődése van a sportágért, és amikor csak tudott van, ott volt a, a Dástrofin is most szeptemberben, sőt együtt örjöntük végig a kilenc nyilast, úgyhogy ott voltam pont mellett, amikor, amikor ezt dobták, akkor nem tudok elmenni szó nélkül, az egyik legjobb, a világ legjobb kapusa volt, Diszlő Péter, aki óriási fangerven szurkoló, tényleg mindig fangerven mezbe jön a versenyekre, és, és őszinte lelkesedéssel szurkol, akkor akkor például a Follow the Flow-ból Furacsi, ővel rendszeresen szoktam beszélgetni Messingered, amikor ideje engedi, és hogyha valami olyan kérdése van, vagy bármi a dárccal kapcsolatban, akkor, akkor bele szoktunk néha merülni egy kis beszélgetésbe. A, ugye most a nyereményjáték miatt biztos láttátok, vagy hallottátok, hogy a Kowalski meg a Vegából ugye Vajda Péter Sóder a dobos óriási rajongó, de egyébként ami meglepett, hogy én találkoztam velük Gyöngyösen a koncertjükön ben voltunk. A, a backstage-ből bementünk a koncert után, és a többi srác is tudja. Tehát, amikor megláttak, akkor már már kiabálták a 180-at. Tehát óriási rajongás van. És hát nagyjából azt kell, hogy mondjam, hogy hogy amikor például a színész-újságíró megrendeztük, akkor is a színészek válogatottjából, akik ott voltak, Lakló Taladár, vagy, vagy több színész is, aki már úgymond el is mondta, hogy rajong ezért a sportág, és nagyon szereti nézni. Nagyon sok olyan ember van, aki ismert, és, és, és tényleg nagyon kedveli a dárcot. Térünk rá akkor a világbajnokságra. Ugye most már a 32 között járunk, és már van, van, is olyan játékos, aki bejutott a 16 közé. Neked milyen eddig ez a világbajnokság? Mi Danival úgy indultunk neki, és azt gondoltuk, és egyelőre úgy tűnik ez ül is, hogy elég nagy lesz a csillaghullás. Ezek szerint így, így történik az átlagnál egy picit magasabb, igen. Tehát az, hogy az, első két, tehát a második körből 11 kiemelt kihullott, ez azért ez nem tartozik a legkevesebb, de majdnem a legtöbb. Azt hiszem 13 volt a legtöbb, ami, ami világbajnokságon, amióta 32 kiemelt van a második körben búcsúzott. És ami talán az ideiben egy kicsit másabb, hogy hogy bizony az előre rangsorolt tehát magasabb kiemelési pozíciókban szereplő játékosok is közül is elég szépen elköszöntünk pártól, ugye akár az egy közül ott van Danny Noppert vagy Peter Wright esete, én megmondom, hogy én borzasztóan féltettem Mike smith és ha az első, forduló, az első meccsén a második forduló úgy játszott volna, mint tegnap Razma ellen, akkor búcsúzott is volna szerintem Kevin Duce ellen, de ott nagyon össze tudta kapni magát. Most picit mázlia volt szerintem, hogy Razma nem használta ki ezt a gyengélkedését, bár ilyenkor sose lehet tudni, hogy lett volna -e még tartalék benne egyébként. Minden esetre azt gondolom, hogy a világbajnokság eddig szerintem nagyon jó. Én úgy érzem, hogy a kvalifikáltak, akik ugye az első körben játszottak a protúrosokkal, azoknak a nagy része most már egyre magasabb színvonalat képvisel, tehát úgy látszik, hogy a válogatórendszer rendszer az elég jól működik a, a, világ dárcosai között. Ugye egyre több platformot próbál megnyitni a PDC, most már van egy latin-amerikai karibi térségből érkező kvalifikáció, ami eddig korábban mondjuk csak egy brazil volt, most már ugye az egész térséget magába foglalja, és ennek köszönhetően jött egy Guyana-i játékos, a mezőnybe. Jó, ő még nem volt a legerősebb, de emlékezzünk vissza, hogy annó még olyan kínaiak jöttek a, a aki kidobott a táblából, és örültünk, ha dobott egy 60-as átlagot, tehát valahol mindenkinek el kell kezdenie. Én, én támogatom azt, hogy mindenhol nyissunk egy kicsit. A nézőknél látom a türelmetlenséget egyébként, mert ők nem szakmai szemmel, hanem szórakoztató szemmel próbálják nézni a dárcot csak, és ugye ők, látja, ők csak azt látják, hogy valaki dob egy 70-es átlagot, és az fúj, de rossz. Aki versenyszőrel játszik, az tudja, hogy a 70-es átlag sem olyan rossz egyébként. Nyilván a világbajnokságon nem azt várod, hanem a 90 meg a 100 körüli átlagokat, de azt el kell fogadni, hogy a világbajnokságon annak örülök, hogy nem úgy van, mint az olimpián, hogy ilyen alanyi jogon elindulhat bárki, és akkor tényleg végig szenvedjünk egy ilyen komolyabb bizottság. Valami selejtező azért van, tehát valahonnan a legjobb jött el. Most az egy dolog, hogy, hogy most a vb mit tud kihozni magából, de ilyenkor azért bejátszik az is, hogy életében először játszik ilyen körülmények között valaki, mert egészen más egy egy 100 négyzetméteres klubhelyiségben megnyerni egy serejtezőt, és utána fölmenni négyezer ember elé a, az ellipeliben. És hát én igazából azt gondolom, hogy mivel, ugye pont tegnap erről beszéltünk a közvetítésben, hogy az első 64 meccs után, amióta a 32-es kiemelés bevezették a világbajnokságot, a második legmagasabb átlagú világbajnokságot látjuk. Úgyhogy ez azért, ezt azért én érzékelem a, a tévé közvetítés alatt is hogy sokkal magasabb színvonalú meccsek vannak, és tényleg korábban, amit láttunk mondjuk egy Hongkongitól, nem vártad volna azt, amit most uh, Man Lok Ling, uh, Liang uh, dobott, úgyhogy uh, én azt gondolom, hogy emelkedik továbbra is a színvonal, egyre nehezebb dolga lesz a kiemelteknek, akik uh, ugye kicsit belekényelmesedve az ünnepi előkészületekbe érkezhetnek meg, és nagyon pórul járhatnak egy második fordulós meccsen, mert már egy versenyritmust felvevő játékossal találkoznak, úgyhogy én egyre több ilyen szituációt várok, hogy, hogy azért ilyen tíz körül lesz minden egyes világbajnokságon a kiemeltek búcsúja, mert nagyon emelkedik a színvonal a nemzetközi és az egyéb selejtezőkön. Ahogy nézzük most a, a mérkőzéseket, kicsit szerintem az az embernek az érzése, hogy rendkívül fordulatosak ezek a mérkőzések. Hát sokszor látjuk azt, hogy egy játékos elmegy kettő, vagy akár tényleg most már három szettől, Hát a Schindler például, a Schindler meccs a legjobb példa erre. Abszolút. Ez lehet akár Jó egy tendencia arra. is? Hogy ennyire fordulatosak ezek a mérkőzések? Persze, abszolút lehet, hiszen ugye ez a fajta játékbontás, ami a szetteket jelenti, illetve az, hogy a szettek között szünet van, ez azért meg tudja törni a lendületét egy játékosnak, bele tud kényelmesedni, könnyen el tudja hinni, hogy hogy ez a meccs az a kezében van és kontroll tartja, míg a másik meg tud venni egy nagy levegőt a szünetben, és mondjuk megújulni, vagy egy koncentrációt újra felépíteni. Úgyhogy én abszolút látom azt, hogy, hogy benne vannak ezek a fordulatok, hiszen itt azért egyre jobban kiegyenlítődnek az erőviszonyok most már, tehát a, azért olyan nagy különbségek nincsenek a játékosok között, akik most már itt a legjobb 32-ben találkoznak, egy-két esetet kivéve, és ezek a fordulatok, ezek abszolút benne vannak. Ha csak arra gondolunk, hogy biztos egy world match Play en vagy, vagy egy egyéb versenyen a hosszú leges bontású meccsek vannak, ott is vannak olyan periódusok, hogy valaki elmegy négy-öt leggel, majd utána a másik kiegyenlít, vagy akár megfordítja a találkozót. Az nem annyira nem tudom, az nem annyira látványos történet, ugye? Meg hát itt na, az sem mindegy, hogy ki, ki, kezdi a szettet. Tehát lehet az is, hogy az első szettet valaki kezdésből elbukja, a másodikat ugye hátsó pályáról bukja, már is 2-0 a hátrány, de viszont a harmadik szettet ő kezdi, és el tudja kezdeni a felzárkozást, és azzal mondjuk, hogyha behúzza a harmadik szettet, kap egy olyan lelki töltetet, amitől megjön az önbizalma, és, és elkezd nagyon jól játszani, mint ahogy azt most láttuk a Schindler meccsen. Bár szerintem teszem hozzá, hogy Schindler a kezében volt az a találkozó, azt hiszem, hogy négy vagy öt olyan szituáció is volt a mérkőzésnek a, a nem, nem teljesen a végén, hanem mondjuk a akár a közepén is, ahol el, eldönthette volna, három egyre vezetett volna, akkor már nem vagyok benne biztos, hogy, hogy visszajön Williams, de egyébként meg önmagában én borzasztóan imádom ezeket a meccseket, amikor ilyen nagy fordítások vannak, és és egy-egy nyilag döntenek arról, hogy, hogy az bedobja valaki, vagy sem. Ez most ugye Williamsnek sikerült jobban, de, de ott volt Schindlernek is az esély. És hát a többi meccs az ugye nem volt ennyire e, kiélezett, mint a, ez a találkozó, amiről beszélünk, de én úgy gondolom, hogy ez egy, ez, itt a szettes játékokban ez bőven benne van. Láttunk már egy Fangerven Taylor meccsen is óriási fordításokat, négy-kettes hátrányból szettek tekintetében, tehát azért itt ez bőven benne van a pakliban. Peter Wright búcsúja szerinted minek volt köszönhető? Mert kicsit olyan, hogy az elmúlt hónapokban talán, mintha kijött volna abból a gödörből, amiben volt, és mit uh, szerintem sokan azt vártuk, azt várták tőle, hogy ezen a vb n valami jobb teljesítményt fog nyújtani. Az a helyzet, hogy nem akarok túlzottan okoskodósnak tűnni, úgyhogy tényleg csak a saját véleményemet mondom el ezzel kapcsolatban. Ami, az, amit mondta, hogy kijött a gödörből, az két versenyre volt igaz, az egyiket meg is nyerte, a European Championship-et, na de azt a két versenyt ugyanazzal a nyíllal játszotta le. Tehát talált egy olyan megfe megfelelő megoldást, amivel, amivel végig tudta csinálni a versenyt, és meg volt végig a, az önbizalma. Amit itt a a művet, az, az maga volt a rettenet. És nem a, játéka, a játéka is egyébként, hanem én nem tudom, hogy hogy lehet egy két egyszeres világban ennyire önbizalomhiányos. Tehát az, hogy, hogy, hogy eleve az a probléma, hogy két külön szerkezetű nyilal jött föl a színpadra. Az első nyil, amivel játszott, az egy vékony tollú, közepes vagy kicsit annál hosszabb szár. Ez eredmény, az egy általában vagy 90 fokban, vagy lógva, a táblába álló nyilat, ami egy olyan dobás technikát igényel, amikor alulról fölfelé építkezel, rakod egymásra, ülteted a nyilakat gyakorlatilag, úgy szokták mondani. Ezt mondjuk egy Kimberinél lehet a legjobban például megfigyelni, vagy egy GM uh, Fan nél hogy olyan szépen egyenesen mennek a nyilak, vagy egy picit lefele dőlnek, és az ugye rá tudja gyűltetni az ember, és akkor mindig a prób próbálja ugye a triplába kezdeni, és akkor oda ültetni rá az előző nyílra, vagy annak a környékére a nyilait. Ez egy, ez egy külön technikát igényel egyébként. Majd aztán, amikor az első szettet elbukja közel 92-es átlaggal, ami nem volt rossz, és igazából nem volt szerencséje, mert ott volt kiszállón 22 2 amikor ugye Williams egy bravúr 124-es kiszállóval elvitt az első szettet, és mondom, közel 92-es átlagon állt azzal a nyilalt, hogy fogja, és a következő szetre elővesz egy teljesen más konstrukciós nyilat, aminek ugye, ami fölfele áll a tolla, hogyha beláll így a, a táblába, és azt pedig ugye fölülről kell kezdened támadni a triplát, és utána alá behúzogatni a nyilakat, tehát bedobálni alá, hogy ilyen támasztékként gyakorlatilag, mint mondjuk most, amit láttok Luke ő például ezt gyönyörűen alkalmazza, ha ott van a triplába az első nyila, akkor jó eséllyel a második, harmadik is bent van, de minimum 140. És ez megint egy, ez, ez az igazi Peter Wright technika egyébként, mindig is így játszott ilyen nyíllal, de olyan szinten bizonytalanná vált, amiatt, hogy cserélnie kell, cserélt, nem bízik magában, szerintem, nem találja azt az érzést. A cseregetést önmagában szerintem korábban azért kezdte el, hogy nem tudom, hogy szoktatok-e nyilat cserélni, vagy másfajta nyillal dobálni néha. Ugye amikor egy újfajta nyíl van a kezedben, akkor annak a, a fogását meg kell találnod, koncentrálnod kell a dobásra, hogy dobod el, egyebek. És amikor ő elkezdte ezt a nyílt és gondolom ezt az érzést kereste, hogy, hogy fennmaradjon a koncentrációja a meccs közben is. Hát ez most már oda jutott, hogy ugye nem, találsz, nem talál olyan nyílkézetet, amiben úgy megbízom, hogy mondjuk egy egy meccset végig csináljon vele. És ez szerintem borzasztó nagy hiba. Én úgy érzem, hogy ezt ő egyedül már nem fogja tudni megoldani. Na, Tehát hát, ez, hát, hogy... ez már nem edzés kérdése, ez már nem ö, ö, technika kérdése, ez már önbizalom és ö, a magába vetett hitnek a, a kérdése, amit szerintem már sportszakemberrel, sportpszichológussal vagy legalábbis egy kócssal, Kéne átbeszélnie, erre nem alkalmas a felesége, mert óriási érzelmi kötődés van kettőjük között, és ezt nem fogja tudni a Joanne megoldani neki. Ehhez egy teljesen külső segítség kell. Ha ezt erre hajlandó, és ezt meg fogja lépni, akkor még meg lehet az a <hül> hőállított öt világbajnoki címe, amiről ugye Annon nyilatkozott, ellenkező esetben megsüllyesztő. Tehát például én azt mondom, hogy idén, a, 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 idén, bocsánat, a jövőre, mert azért még december van, a jövő évi Premier league én be se raknám most. Sőt, hogyha berakják, szerintem vissza kéne mondania. Ez tavaly is látszódott, hogy nem jött össze neki a Premier League, nagyon rosszul játszott, végig szenvedte. Ez a fajta egyenes kiesés és rendszer, ez azért elég killer, tehát itt azért nem is nagyon tudsz hibázni. Úgyhogy, úgyhogy, én, én, én semmiképp sem javaslom neki ilyen szempontból, bár nem vagyok se senki, hanem csak egy jó akarója vagyok, vagy egy olyan ember, aki kívülről talán kevésbé elfogultan látja, mint ő saját magát, hogy szüksége lenne egy kicsit újra gondolni az egész darts körüli dolgot és ez egy darabig nagyon jó pofa volt ez a nyílt cserélgetése, meg tök jól jön esetleg a Red Dragonnak, hogy eladnak még ötvenne több készletet, mert, mert látják a Peter Wright-ot de most már szerintem ez kontraproduktív -e kezd lenni ezzel, hogy most már tényleg mindenféle dolog előkerül. Egyébként ugye a, a érdekes módon a Fangerven nyillal játszott nagyon jól azon a tornán, és azzal tudott nyerni. Szerintem kéne találnia egy készletet, amivel ha törik, ha szakad. Ennél rosszabb nem lehet. Tehát most a 80-as átlagokat dobál vele, mi lehet rosszabb ennél? Szerintem semmi. Tehát én, én ragaszkodnék a helyébe egyhez, és a többit azt elzáratnám valami szépbe, hogy soha ne férjek hozzá. Tehát akkor mondhatjuk, hogy ő volt a legnagyobb negatív meglepetésünk a tornán. Igen. De ezt meg is jósoltuk egyébként, mert volt ilyen kérdés ugye a Sport tv hogy ki fogja a legnagyobb negatív meglepetés szolgálni. Én mondtam, hogy Peter Wright, bár Michael smith is gondolkodtam egyébként, de, de Wright-ra tettem a voksot ebbe a tekintetben. És szerintem akkor beszéljük a pozitív meglepetésekről, mint mondjuk akár a 16 éves littler akire így, akit én először megláttam, és hogy hú, basszus, mondom, hogy jól olvasom, hogy ő 16 éves? Vagy mondjuk akár, szerintem Scott Williams-t is idehozhatjuk. Ittek ez nekem egy ilyen körülbelül két-három napos borosta. Nem nagyon van időm ilyenkor borotválkozgatni, meg egyemek, meg amúgy sem vagyok nagy szerelmes a, a borotválkozásnak. Na most a srácnak szerintem kétszer ekkora szakálla van, 16 évesen, mint nekem, na mindegy. E ő az, az a kategória, akit szintén volt egy ilyen tippünk, ugye, hogy ki az a fiatal, aki majd a legjobb eredményt fogja elérni a VB-n, és ott azért Luke little mi bedobáltuk szépen, én magam is őrávoksoltam, és Fámfénre is úgy gondoltam, hogy el fog jutni egyébként a legjobb 16-ig, de hát ő az első meccsen kifogta <laughs> szépen a dolgot, viszont Little meg, őt meg láttuk mi korábban már játszani, tehát nekünk annyira nem nagy meglepetés, hogy ő így szerepel, bár az a fajta magabiztosság és, és önbizalom az mindenképpen megvan benne, ami, ami kell ahhoz, hogy ezen a színpadon valaki ilyen jól játszon, de pont ahogy tegnap Zoli említette a közvetítésben, ha csak belegondolunk, hogy 16 évesen mi mit csináltunk, Anno, és hogy hogyha oda kellett volna állnom, mondjuk én például éppen kosaraztam, de ha mondjuk felnőtte kellett, volna kosaraznom, bár mondjuk nyilván ott van fizikai korlát is, de hát azért tele volt a rendesen, ha ilyen 30-40 évesekkel találkozott az ember. Itt azért nincs ilyen probléma, sőt, ugye a második meccsen már egy picit túl is tolta ezt Little, Viszont az, amit tegnap láttam tőle, az borzasztóan pozitív volt. Szerintem vagy egyedül, vagy külső segítséggel ő kielemezte a második meccsét, meg az elsőt is, és arra a következtetésre jutott, hogy úgy kell viselkednie, mint az első meccsen, nem pedig úgy, ahogy a másodikon, és úgy kell önmagát kontrollálnia, és egyértelműen végig a játékra fókuszálni. Persze tegnap is kellett hozzá, hogy azért mondjuk egy Matt Campbell nem élete formájában volt, de hát ez várható volt, hiszen amikor mondta, hogy ő hazautazik Kanadába majd vissza, akkor azért ez szinte egyértelmű vált, hogy ezt, fizikailag megterhel egy szervezetet, tehát nem fog tudni olyat játszani, amilyet egyébként tudna. De minden esetre ez a, ez a fiatal generáció, ez mindenképpen nagyon bíztató, és a Littler pedig egy egészen kivételes tehetség. Ő belőle lehet tényleg egy olyan bajnok, aki, hát mondjuk azt, hogy nem akarom féltéjlőri magasságokba tenni, de mondjuk megközelítheti azt a szintet, hogy, hogy féltéjlő után ő legyen a, a második legtöbbször világbajnok. Életkorban is bőven benne van neki ez a lehetőség, és, és szerintem fizikailag is képes rá a, viszont a testére oda kell figyelnie. Tehát az, az egy figyelmeztető jel, mert ezt fizikailag bírni, ezt, ezt nagyon nehéz. Eddig a vb n neked melyik volt a legkiemelkedőbb meccs, hogy amire nagyon emlékszel? Lehet, hogy most meglepőt mondok, a Brandon Dolan Mickey Mansell meccs volt nekem eddig a, a, kedvencem. Két olyan figuráról beszélünk, akikre, ha így végig gondolom a PDC mezőnyét, a, a középszerű Szót lehet mondani. Nem sztáralkatok, nem, nem ilyen közösségi médiasztárok, nem foglalkozik velük sokat a, a sajtó, nem túl népszerűek a szurkolók körében. Nyilván Észak-Írországban igen, de nem az van, hogy körül vannak ajnározva. Valahogy egyikük sem ilyen sztáralkat. Viszont az a meccs, amit összehoztak egymással ellen, nyilván ennek is volt egy érzelmi töltete, hiszen tényleg együtt készültek a vb re és a legjobb barátok, amiről én egyébként nem tudtam, hogy ők legjobb barátok. És, és, egy borzasztó nagy küzdelem alakult ki közöttük, és ez nem, hogy a rovására ment volna a játéknak, hanem mind a kettő extrát dobott. És elmentünk hirtelen a halálig, ami, ami önmagában is egy borzasztó nagy dolog no. a, világbajnokságon, mert egy igazi, hát igazi drámát tud hozni, és egy óriási nagy csatát. Ha csak azt nézzük, hogy önmagában a döntőszedben lejátszottak egy olyan meccset, amit egyébként mondjuk egy European Touron lejátszol egy normál, tehát egy egész mérkőzésként lejátszol egy 6-5-ös meccset, ők csak az utolsó szedben dobtak egy ilyet, és akkor még előtte ott volt a másik négy szett és a játék meg egészen kiemelkedő volt. A százat nem érték de alulról nyaldosta mind a két játékos, és, és volt olyan időszak, amikor mind a ketten száz fölötti átlagon voltak, egy nagyon izgalmas, pörgős meccs volt annak ellenére, hogy Mickey Mansell az egy lassabb tempójú játékos, és minden tisztelet meg volt benne, amit én nagyon szeretek szintén a, a darts amikor utána látom azt, hogy, hogy a két játékos úgy van vele, hogy tudjuk, hogy, egyik nyertes, másik vesztes mégis elismerik egymást, akár mind a két oldalról. Egyébként ebben még nagyon nagy volt a, a Beaton-nek a meccse, a második meccse, ahol ugye, na nézzem, most nem fog eszembe jutni, hogy kiverte meg. Görni? Puskázunk. Nem Görni? Uh, nézem én is közben. Görni, lehet, hogy Görni volt. Igen, Görni. Görni. És letérdelt előtte, azt láttátok, igen, gondolom. Igen. Amikor megverte. Tehát ő verte meg, és letérdelt előtte, és utána el is mondta, hogy hát könyörgöm, ez az ember a 33. világbajnokságán van itt. Tehát a legtöbben még a mezőnyben nem is éltek akkor, amikor ő már VB-n játszott. Egy igazi legenda, és tényleg az egyébként meg egy igazi úriember, és ráadásul ugye az utolsó vb je lesz jövőre hogyha végig tudja úgy csinálni az évet, hogy bekerül a, a, világbajnoki mezőnybe. Én szurkolok neki, mert az lenne az igazi, neki az járna a pályafutásának egyébként. Szóval ezek, ezek a nagy pillanatok, amiket nagyon, nagyon szeretek a világbajnokságon, de eddig nekem a, a, két éjszakírnak a meccse vitte a prímet. Hogyha már nagy pillanatok, akkor a nézők szerintem mindig nagyon várják azt, hogy hát, látnak egy kilenc nyilast. Ehhez most Scott nagy. Williams volt nagyon-nagyon közel, amikor a dupla 18-at éppen csak Éppen csak mellé dobta. Szerinted látunk-e, és ha igen, akkor ki lehet erre a, a laladnák felelőbb? Szerintem lesz 9 színos egyébként a világbajnokságon. Én <laughs> eleve a VB előtt is kettőt jósoltam. Egyébként egyet Fangervennek, egyet Price-nak, ez még bőven benne van a VB-ben. És már csak azért is gondolom, mert ezek a játékosokból akkor jön elő egy ilyen tökéletes játék, amikor általában rá vannak kényszerítve a, a, nagyon jó játékra. Elég csak visszagondolnunk a tavalyi döntőre, ahol egyszerre kapta el mind a két játékos a flót, és, és egészen elképesztő leget produkáltak. Egyébként nagyon büszke vagyok rá, hogy benne vagyunk a, a közösségi médiában a, azt hiszem, hogy három vagy négy ö, csapatnak van összeválogatva a reakciója arra, a lesz nyilasra, és abban benne van a magyar stáb. Medinek az köst... Egyik legjobb volt az, az összeállítása, a magyar szerintem. Utólag, utólag ö, nagyon nevettem rajta, de akkor ez így nem tűnt föl, hogy ilyen őszinte örömnek ö, öröm volt, amit megéltünk ott, és szerencsére Medi fölvette a, a telefonjával. Szóval ö, igazándiból ö, én úgy érzem, hogy lesz ki nyilas, persze már így, ugye túl vagyunk misztifikálva ezzel a Zoli, Zoli meg én ugye, akik a legkevesebb kilencnyilast közvetítettük a, a sporttelevíziónál, Zoli egész pontosan egyet és szegény már állandóan mindent kitalál, hogy, hogy hogyan lesz majd az a varázslat, amivel behozza a kilencnyilast ha már a lacéknak az ajtónyitogatás működött például de alapvetően én úgy gondolom, hogy, hogy lesz még, mert olyan meccsek lesznek, olyan párosítások alakulhatnak ki, ahol szerintem simán benne van a meccsben, hogy hogy valaki dobjon egy tökéletes leget. Beszéljünk erről kicsit így zárásképpen is, hogy melyik az a párosítás, amit nagyon vársz. Hm. Az a durva, hogy most már nagyon. Azt gondolom, hogy minden meccs nagyon érdekes lehet, akár 16 között, meg amik még hátra vannak a 32-ből. Nem is a párosítás, inkább a játékosok érdekelnek. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy például Rob Cross, aki tegnap is játszott egy viszonylag szürkének tűnő meccset, ám de majdnem százos átlagon fejezte be, és ő nála ez mindig valahogy ilyen jellemző, hogy olyannak tűnik, mintha ilyen nagyon laposan játszana, de közben meg kiderülnek a számok alapján, hogy brutál mérkőzést volt az ember. Nagyon várom egyébként, ha már meccs azért ezt a Michael Smith, és akkor ugye a Chris Dobby Ross meccsnek a győztese, azért az egy nagyon nagy találkozó lehet szerintem. Akkor várom azt, hogy kialakuljon egy Görwin Price, Gary Anderson találkozó, az nagyon érdekelne. A Luke Little Raymond van neved meccs most 16 között, az nagyon örülnék neki, de Williams életveszély, ezt már mondtam Wrightnál is, Jim Williams-et sose szabad félváról venni, mert egy nagyon nagy küzdő a Velszi. És hát az alsó meg kíváncsi vagyok egyébként nagyon Humphreys-ra, hogy mit fog tenni, illetve mivel egy kicsit ilyen romantikus alkat vagyok, és a régi, régi hát nem azt mondom, hogy régi, de azért régebben szebb napokat megélt játékosokat is szeretem, hogyha jó teljesítményt nyújtanak egy vb n kíváncsi vagyok, hogy Görni mire lesz képes, mert azért most úgy tűnik, mintha összekapta volna magát, és, és ő azért tényleg van olyan játékos, hogy eljusson egy világbajnokságon a, az élmezőnybe, úgyhogy ezek, ezek azok, amiket így nagyjából várok ettől a világbajnokságtól még. És végül milyen elődöntőt vagy döntőt látsz előre? Hát ugye a jóslatom alapján én a főső ágról egy Rob Cross Garvin Price elődöntőt vártam. Smith az első meccsével rám hogy Cross helyett inkább smith de a második meccsével meg meggyőzött róla, hogy nem baj, hogyha én őt inkább a két vagy a kérdéses kategóriában tartom a, a világbajnoksággal kapcsolatban. Úgyhogy én maradok a Cross Price elődöntőnél, az alsó ágon pedig egy Fangerven Humphries elődöntőt várnék egyébként. Még ott azért Buntingot szintén nagyon figyelem, hogy mit fog alkotni, mert ugye még a legmagasabb torna átlag az övé, jelen pillanatban. Igaz, hogy csak egy meccses merítésünk van ezzel kapcsolatban, tehát itt azért önálló is majd kérdéses lesz, hogy most a harmadik fordulóban mit játszik. Ettől függetlenül én a Fangerben Humphries elődöntőt várok az alsó Viszont ott én a tippem szerint megverettem Hamfrizt, úgyhogy egy Fangerven Rob Cross döntő tippeltem Rob Cross világbajnoki címmel. Ez volt a tippjátékunknak a lényege. Ehhez szeretnék hű maradni, mert hogy nézne már ki, hogyha mindenhol más tippelnék. Mondjuk legalább valahol eltalálnám, az is igaz, de de akkor inkább kitartok emellett. Rendben. Köszönjük szépen akkor, Lajos, hogy itt voltál velünk. Köszi. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm. Sziasztok. Sziasztok.